Az utóbbi két mérkőzésen összesen 8 gólt lőtt a Haarrend Kozár Michelin labdarúgó csapata, de ez összesen 3 pontot ért Szekeres Zoltán együttesének. Vajda Roland a Siófok ellen talált be, ő állította be a 4-0-ás végeredményt. Igazából nem sok minden változott, mert a játékunk az eddig is megvolt, annyi változott esetleg, hogy most a helyzeteket azokat sikerül értékesíteni. A haladás ellen még a védekezésben voltak hibák, úgyhogy az előző héten azon volt a hangsúly, hogy azokat kijavítsuk, és a gólok pedig jöttek, úgyhogy így sikerült itt tartani a 3 pontot. Gaják Gergő a Siófok elleni meccs első gólját szerezte, de mint mondja, a legfontosabb, hogy az ellenfélnek esélyt sem adtak ezen a találkozón. Én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy nem kaptunk gólt, hogy ez most nagyon fontos volt nekünk, hogy lehozzuk nullára. A játék az megvolt, az utóbbi időben gólokat is rúgnunk, úgyhogy most a legfontosabb az volt, hogy nullára lehozzuk ezt a mérkőzést. A csapat vasárnap az idei év utolsó mérkőzését játsza. Szekeres Zoltán tanítványai a tabella 9-ét, a Soroksár SC-t fogadják.